Nekem a vívás, a szívem csücske, és nyilvánvalóan itt nehéz a vívóktól, a vívó párbajtőr csapattól, hát úgy távolabb tekintenem, hogy ne álljon ott adott esetben a dobogó legfelső fokán, de a többiek vonatkozásában semmiképpen nem szeretnék különösebben hát jóslásokba bocsátkozni. Én gondolom, hogy mint eddig is az újságírók megfontoltan és úgy fognak szavazni, hogy mindenkinek a megelégedésére és főleg a sportvilág megelégedésére fognak dönteni. Azt gondolom, hogy korteskedni nagyon nem kell a párbajtőr csapat mellett, mert évek óta szenzációsan szerepelnek, mindig ott vannak a háromba, és azt gondolom, hogy ez az idei eredményük, ez a tényleg a megkoronázásuk, az ő pályafutásuknak, eredményességüknek, tehát ez nem csak egy kiugró esemény, egy kiugró eredmény, hanem annak az évek óta tartó komoly szakmai munkának és eredményességnek lehet a koronája. Mint a magyar sport egyik vezetője, azt hogy értékeled, hogy ebben az évben még talán Londonnál is jobban teljesített a magyar sport, több aranyérmet ért el világbajnokságokon? Hát jobban teljesítünk, egyre jobban teljesítünk. Én azt gondolom, hogy ez köszönhető sok mindennek. Köszönhető egyrészt annak, hogy változatlanul elhivatottak az edzők, a versenyzők és a sportba. Hát a támogatás mértéke is azt gondolom, hogy olyan, ami mutatkozik most már az eredményekben is. Tehát gondolok itt arra, hogy a 16 kiemelt sportág milyen támogatást kapott. Most a sportegyesületek kapnak támogatást, stb. Hadd ne soroljam. Én azt hiszem, hogy ez most már eredményekben is lecsapódik.